10 000 forinttal magasabb lett volna a tavalyi nyugdíjprémium, ha a tényleges gazdasági növekedés alapján számolnák ki az összeget, ezt állítja a nyugdíjas parlament. A 18 000 forint helyett ugyanis szerintük 28 000 forintot kéne kapniuk azoknak az időseknek, akik 80 000 forintnál magasabb ellátásban részesülnek. Majd a szervezet hozzátette, azoknak is a prémium arányos rész járna, akiknek ellátása 80 000 forintot sem éri el. A különbözet hátterében az áll, számításaik szerint, hogy a tényleges gazdasági növekedés jócskán meghaladta azt, amelyre a kabinet 2018-ban számított. A nyugdíjas szervezet erre alapozva állítja, hogy plusz pénz járna az időseknek. Az államkasszának ez egyszeri 20 milliárdos terhelést jelentene. És ahogy már említettem önöknek, Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete vezetője, elnöke a vendégem. Jó reggelt kívánok, Karácsony úr! Hogy jött ki pontosan ez a matek? Egészen pontosan ez a 10 000, 10 000, vagy picit több, picit kevesebb, és milyen százalékos visszaosztás alapján számolták ki? A jelenlegi törvényi szabályozás azt mondja, hogy amennyiben a gazdasági növekedés 3,5%-ot meghaladja, akkor a növekmény képez egy szorzót. Ezzel a szorzóval kell megszorozni a mindenkori nyugdíjnak a negyedét, de maximum 20 000 forinttal. A kormány, és ez nagyon lényeges az időpont, október 8-án kihozott egy rendeletet, amely azt mondja, hogy ez a szorzó 0,9. Tehát október 8-án. Miközben, és ez a 0,9 úgy jött ki, hogy azt vélelmezte, hogy 4,4% lesz a GDP növekedés, és a 3,5 és a 4,4 közötti különbség az 0,9. Na most akkor, amikor ez megtörténik, mert nyilván ez mindig bizonyos részben utólagos számítás, igen, akkor ön kiszámolja például, hogy a saját számítása szerint akkor ez 10 000 forint. És akkor mi történik? Ekkor, tehát október 8-án már tudott volt, hiszen a KSH már szeptemberben kihozta, akkor, hogy 4,8 lesz a gazdasági növekedés, ami aztán örvendetesen évvégére már 0,9 lett. Tehát ez a szorzó nem 0,9-nek kellett volna lenni, hanem a 4,9-hez viszonyítva 1,4-jel. És akkor ön fogta azokat a lapokat, ami egyébként ön előtt van, rengeteg számmal kiderült az, hogy akkor 10 000 forinttal az önök számítása szerint kevesebbet kaptak a nyugdíjasok, és akkor mi van? Tehát ön ezekkel a lapokkal nem csak egy tévéstúdióba hozzánk itt reggel az ATV-be, hanem bemegy például a minisztériumba, és megmutatja ezeket a lapokat? Mert amit mond, és amilyen számok vannak, ezek, nekem azt mondják, hogy ezek objektív számolások, tehát objektív számításnak kell lenni ennek, tehát akkor ezt ők is így látják. Igen, ők azzal, tehát ez nem úgy megy, hogy az ember megy a minisztériumba, mert a portáig tud csak eljutni, de jeleztük mi a kormánynak, hogy a mi számításaink alapján rosszul számoltak. Tudva levő, hogy több száz ember dolgozik a kormánynak a pontos adatok kiszámításába, ők azzal védekeznek, a sajton keresztül tudjuk, hogy a várható növekedést, ők októberben úgy gondolták, hogy 4,4. Rendben ellen... van, de ha önök kiszámolták, majd be is bizonyítják, hiszen bizonyára lesz valaki, ugye a nyugdíjasokkal egyeztet a kormány, sőt, hát a kormány egyik kiemelt célja volt a nyugdíjasok támogatása. Biztos, hogy tud találkozni olyan potentált emberrel, akivel tud erről beszélni. Hogyha ők is azt mondják, hogy na, hát tényleg ennyi, akkor mi történik? Akkor elvárják, hogy kifizessék azt a plusz 10 000 forintot? Mi elvárnánk, ő azt mondja, hogy törvény nem kötelezi, mert a törvény azt mondja, hogy a várható növekedéssel kell számolni. Értem, tehát ez a várható szó, az önök megítélése, igen, szerint ez a várható, ez a bizonytalanság jelző tényező, ez az, ami 10 000 forinttal, igen, az önök számítása szerint, igen, megrövidített önöket, mert, igen, ha azt mondták volna, hogy a mindenkor és nincs benne várható, akkor konkrétan járnak. Akkor, igen, akkor nagyobb jogalapja lenne, hogy követeljük, most azt mondják, hogy tévedtünk. Ha ezt mondják, hogy tévedtünk, illetve azt mondják, hogy más volt az előrejelzés, de hát ennyi lett, viszont a várható alapján számoljuk, akkor innentől fogva önöknél bármiféle jogi vagy bármilyen lépés van-e, vagy pedig csak próbálnak hagyatkozni vagy érvelni a jó érzésre, hogy hát de mégis több lesz? Ahogy ön is mondta, hogy a jó érzés, én úgy mondanám, a jó erkölcsbe ütközik, amit a kormány tett, hiszen már szeptemberben tudta, hogy magasabb lesz a várható GDP növekedés, ennek ellenére ő egy 4,4%-kal számolt.
Tehát úgy tetszik, tévedett a nyugdíjasok kárára, mind ahogy a felvezetésben hallható volt, körülbelül 20 milliárd forinttal. Mi, ahol csak lehet, szóvá tesszük, kezdeményezzük, hogy ezt a plusz 10 000 forintot, nagyjából nyugdíjasonként ennyi jön, ezt utólag fizessük. De ha jól értem, akkor egyetlen szó miatt, a várható miatt, akkor jogi lépésekre gyakorlatilag nincs esélyük. Nincs esélyük. Jó, magánemberként 5 kérdést adott be a Nemzeti Választási Irodához. Melyek ezek a kérdések? A legfontosabbakat. Igen, az egyik kérdés az, hogy a jövő évi nyugdíj emelésnek a globális számát ismerjük. Mármint a törvénytervezetben ismerjük, még hát napokban fogja a parlament ezt megtárgyalni, ez 2,8%-os nyugdíjemelést fog jelenteni. Mi azt szeretnénk, hogyha az alacsony nyugdíjasoknak százalékosan magasabban lenne a nyugdíjemelés, míg az átlag fölötti nyugdíjasoknál százalékosan alacsonyabb legyen. Ahhoz, hogy pontosan lehessen tudni, ez a szám, ez a 2,8%-os növekedés, az azt jelenti, hogy a legalacsonyabb nyugdíjasoknak 800 forintra emelkedik havonta, és a legmagasabb nyugdíjasoknak 80 ezerrel fog növekedni a növekedés. 100-szoros különbség lesz a nyugdíjemelésbe, ha mechanikusan, lineárisan mindenkinek csak ezt az emelést adnák meg. Mit vár a választási irodától? Tehát, hogy mennyi esélyt lát arra, hogy ezzel érdemben foglalkozik, és utána mi a következő lépés? Az, hogy érdemben foglalkozik, a 100%-on bizonyos. Hát legalábbis eldönti, hogy igen vagy nem. Igen. Utána nem tudjuk, hogy az 5 kérdésből melyiket fogja átengedni a Nemzeti Választási Bizottság. Reménykedünk benne, mert mindegyik olyan húsba vágó téma, ahogy említettem, a differenciált nyugdíjemelés, a következő, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy a ma aktív dolgozók, ha túlórát végeznek, az nem keletkeztet szolgálati időt. Miközben, hogyha valaki nem dolgozza ki a törvényes munkaidejét, mert mondjuk csak 4 órába vagy 6 órába dolgozik, az meg arányosan kevesebb szolgálati időt kap. Tehát lefelé figyelembe veszik, ha valaki nem dolgozik törvényes munkaidőt, fölfelé már ezt nem veszik. Ez megint egy pontosan ugyanolyan kérdés, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy jogilag így van szabályozva, de erkölcsileg nem érzi rendjén valónak? Jogilag ez úgy van szabályozva, hogy a törvényes munkaidőnek megfelelően veszik igyelembe a szolgálati időt, és ha valaki ennél kevesebbet dolgozik, akkor ezt arányosítani kell lefele. Például azt mondjuk, hogy felfelé is lehessen arányosítani. Egy szakember, aki bejön hozzám ennyi számmal, egészen biztosan, tehát ne tartsa udvariatlannak, hiszen nyilván nem csillagjósnak és nem tipmixelőnek hívtam be, de mennyi esélyt lát arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda ezt átengedi? Százalékosan a tapasztalat alapján nem túl sok esélyt látom, hiszen tavaly 66 kérdésből egyet sem engedett át, tavaly előtt 132 kérdésből egyet sem engedett át a Nemzeti Választási Most pedig van 5, és meglátjuk, hogy mi lesz akkor a végeredmény. Karácsony Mihály elnök úrnak köszönöm szépen, hogy ma reggel itt jártam. Köszönöm szépen.